Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit egy újabb F1-es videóban. Az idei év 18. futama következik Amerikából, Texasból, az Austin-i pályáról. Ez a pálya 2012 óta van a naptárban folyamatosan. Ez már a sokadik helyszín Amerikában, hisz még nagyon sehol se tudta letenni a lábát itt az amerikai földeken. Pedig már volt a legendás Indianapolison is, és még sorolhatnám. Most ezen az 5,5 km hosszú pályán versenyez a mezőny, ez 20 kanyar található, egy nagyon hosszú egyenessel, és mondhatni már egy legendás első kanyarral, ami egy hatalmas emelkedő végén található. Na és nézzük a rajtrácsot, ami egészen érdekesen alakult ki, ugyanis Esteban Ocon indul az éről, mellőle Sergio Perez, második sorban pedig a két Haas, Magnussen, Grosjean sorrendben. Aztán jön Hamilton, Vettel, Bottas, én, Alonso, Sainz, Leclerc, Hülkenberg, Ricardo, Hartley, Räikkönen, Van Dorn, Verstappen, Sirotkin, és Stroll, Gasly. Rengetegen kapta büntetést, valamint a Q3-ban leesett az eső, ezért ez a fura rajtrács, de nem is húzom tovább az időt, jó szórakozást a videóhoz. És már indul is a mezőny. Egész korrekt rajtot vettünk, hisz csak Alonso tud minket így megelőzni. De már ő se, mert legbelül elfordulunk az első kanyarba. És egyből két pozíciót nyerünk. Úgyhogy már is a hatodik helyen találjuk magunkat, Hamilton mögött. Elő annyian nézem, a helyzet változatlan. De nem is, bocsánat, Perez átvette a vezetést Okontól az első kanyarokba. Elő a két Force India, a két Haas, Hamilton is én. Kicsit leszakadtunk tőlük. De azért bedobjuk az autót Hamilton mellé, és könnyedén megelőzzük a brit világbajnokot. Úgyhogy néhány kanyar alatt már az ötödik helyen találjuk magunkat a nyolcadik helyről indulván. Úgyhogy mehetünk az első négyes után. Először Grosjean következik. A Haas francia pilótája. Komolyan egybe van még a mezőny, ha megnézzük a kis térképet. Ez a trükkös utolsó szektor, kicsit ráesünk itt Grosjeanra. Nézzük, kicsit jobban érezzük ezt a franciától. Ú, itt nagyon ráestünk már. De itt is vagyunk már az első kör végén. Perez azért a leggyorsabb kör, értelemszerűen. Jövünk ide az emelkedőre. És be is dobjuk a ház mellé az Auberünket. És koccanás nélkül megvan az előzés. Egy újabb pozíciót nyerünk. Most már negyedik helyen találjuk magunkat. Következő célpont Kevin Magnussen. Lenne, ha nem rontanám el a kanyart. Perez picit meglógott a mezőnytől. Nézd ki, szárazon ő jobban nézi ezt a pályát, mint csapattársa Ocon, akit már Magnussen szorongat. Nagyban. És elég közel is van hozzá, talán mint az egyenesben mégis próbálhatja megelőzni. Az előbb egy pillanatra lehetett látni, hogy én nekem sikerült Grosjeant valamennyire leszakítanom, úgyhogy tőle nem kell annyira félnem. Megpróbálkozott Magnussen, ahogy láthattuk, de nem jött össze neki az előzés. Picit elrontjuk ezt a kanyart, de igyekszünk tapadni a dán pilótára. Itt jön Perez, Ocon, és hoppalá, hoppalá! Hú, de bedobtuk a dán mellé ezt az autót, azt a mindenit! Nem kérdeztünk sok mindent tőle. Kicsit talán meg is lepődött. Ocon kicsit elrontja az utolsó kanyart, így ráesünk.
szél árnyékában vagyunk, jön az emelkedő rész, és az első kanyar féktávját be is dobjuk mellé is az autónkat, és egy újabb pozíciót szerzünk. Már a második helyen találjuk magunkat így hirtelen, mondhatni két kör alatt. Elő Perez, kicsit meglógva, de közben nézzük a visszajátszást. Magnussen autójába ülünk. Viszont hoppá, egyszer csak szűkében fordulunk nála, kicsit megilletődött. Itt van az én belső kamerámból. Teljesen más ívben kezdtem meg ezt a kanyart. Ennek köszönhető is az, hogy be tudtam mellé dobni az autót. Nagyon szép előzés volt. Harmadik kör közepe, Perez továbbra is vezet. Mondhatni megnyugtató előnnyel hozzám képest, engem pedig csapattársa Esteban Ocon követ. De mire ezt kimondom, Magnussen meg is előzte a hosszú egyenes végén. Nagyon sűrű továbbra is a mezőny. Egyedül én és Pereznek sikerült picit meglógni a többiektől, de látszik, hogy egy hatalmas kígyó van a harmadik szektorban. Legyorsabb kört megyünk 39 elejé idővel. Veszük üdvözőbe a mexikóit. Megint gyorsan megvagyunk kicsit az első szektorban, lila első szektort mentünk itt közben. Magnussenék lemaradva. Én pedig hősiesen igyekszem Perez nyomába. Itt vagyunk a hátsó hosszú egyenesen, és már ennyire elmentünk a többiektől. Tehát a visszapillantó tükröt nem kell figyelni. Csak is előre a célpontot figyelve. Szerintem már nem kell több mint egy-két kör, és ott vagyunk a sebességváltóján Pereznek. Itt jön a mexikói, itt pedig én. És egész ott hátul jön csak a mezőny többi része. Megkaptuk az üzenetet, a kör végén ki kell jönnünk a boxba, kereket cserélni. De addig is nyugodt szívvel üldözhetjük Perezt. Eléggé trükkös ez az első szektor. Szinte nem is lehet kétszer egyformán végigmenni rajta. Egyszer hibázik az elején az ember, akkor sok időt bukhat vele. Nagyon ráesünk Perezre ezen a részen. Itt vagyunk a hosszú egyenesben. Nyílik a DRS-ünk, és ezáltal könnyűnek kéne lenni az előzésnek. Itt vagyunk az egyenes végén. Bedobjuk mellé az autót. És meg is történt az előzés. Átvettük a vezetést. Az ötödik kör vége fele. Még a box kiállások előtt. És jövünk is ki a boxba, Perez is jön velünk.
És hogy nézem, a mezőny fele jön, hogy a nagy része jön is ki a boxba. Nagyon szép gyors kerékcsere. És ha jól látom, a tizedik helyre jövünk vissza. Az egyik McLaren elé. Talán Alonso az, ha minden igaz. Hoppá. Egy rossz kameraváltás. Egy szép helikopteres felvételekre. Látszik, milyen trükkös ez az első szektor. Nem, Fandon volt az, bocsánat. Nem láttam így hirtelen, hogy ki is jön mögöttünk, de úgy néz ki, hogy a belga Alonso kicsit előrébb található a mezőnyben. Előttünk van Verstappen. Előttünk pedig most már mi mindig Fandon, nem. Stroll van nagy harcban mögöttünk, ahogy elnézem a kis grafikont. Mondhatni, mi jöttünk vissza a legjobban a box kiállók közül, hisz szinte üres térre jöttünk vissza, míg a többiek a mezőnybe találják magukat. Megint jó pára kimennek a boxba. Köszönjük a csapattársam, Charles is. És már is a második helyen vagyunk. Egyedül még Verstappen nem volt az, aki nem járt a boxba. De hát még neki legalább egyszer ki kell jönni a boxba. Úgy néz ki, hogy ő egy eltolt box kiállásos taktikán van, de ahogy Fandon is, hisz még ő van továbbra is mögöttünk. A mezőny többi része mögöttem, mert pedig már volt kint a boxba. Úgyhogy a Verstappen a Red Bull-a, ott a háttérben pedig Fandon, az egyik Williams-et láttam ott egy pillanatra, utána jönnek a többiek. Ez egy lassú rész a harmadik szektor elején, amit követ egy trükkös jobbos kanyar, amit nem titkoltan a török pálya 8-as kanyarjáról mintáztak. És jön ki Verstappen is a boxba, úgyhogy vissza veszik az első helyet. Megnyugtató előnye, ahogy elnézzük. Sehol senki a környékünkön. Jön egy kis időugrás, meg helyszínugrás. Perez és Hamiltonhoz jövünk, ugyanis ők állnak a második, illetve a harmadik helyen. És most egy támadást nézhetünk végig Hamilton részéről. Hosszú egyenes DRS, és már a féktáv előtt megelőzte a mexikói pilótát, aki vissza csúszik a harmadik helyre. 5 követi Sebastian Vettel, a Ferrari pilótája. Nagyon közel van ő is hozzá. Vajon már itt megpróbálja? Nem, itt hoppá, Perez elfékezi. Nagy lehetőség Vettel számára, akinél nyílik is a DRS.
kívülről? Kívülről. Oppá, oppá! Picit összeütköznek. Vettel ott tartja mellette az autót. És itt már előnyösebb pozícióban van. Ez egy szép előzés volt a német pilótától. Úgyhogy Perez már csak a negyedik helyen találja magát itt az amerikai nagydíjon. Még egy időugrás, jöjjünk vissza én rám, ugyanis megkezdem az utolsó kört. Hát a box kiállások után számomra nem sok élvezet volt a versenyben. Arra kellett egyedül figyelni, hogy ne hibázzak. Már csak egy kört kell így végig teljesíteni, hisz Hamilton 13 másodpercre van tőlem, Vettel pedig 17-re. Nem is emlékszek, hogy volt-e ekkora fölényes győzelmem. Rá még az osztákoknál se volt. Még ott is egy jó 10 másodperces előnyen nyertem a futamot, ha jól emlékszem. De hát itt közre játszott a forgalom is. Illetve az, hogy a többiekhez képest én ott a verseny elején elég agresszív módba kapcsoltam, és gyorsan átrágtam magamat rajtuk. Illetve a másik négy pilótán, akik megelőbb pozícióban rajtottak, ugye? Két Force India-os, a két házhozban gondolok. És aztán a box kiállásoknál is közben egy kanyarvétés. A box kiállások után is én üres térbe jöttem vissza, ők pedig a mezőny sűrűjébe. Így nem tudták úgy tartani velem a lépést. Már csak két kanyar van hátra. Két balos kanyar. Ahhoz, hogy egy újabb futamgyőzelmet ünnepelhessünk. Ott van a kockázásló. És megvan. Egy újabb futamgyőzelem. Igen, be az szezonban. Én kell ezt csinálni. Pontosan. Az idei év 5. futam győzelmét ünnepelhetjük itt Amerikába. Lehet örülni. Hamilton lett a második, Vettel pedig a harmadik. Úgyhogy Hamilton tovább növeli az előnyét pontversenyben, igaz, csak néhány ponttal. Íme a teljes végeredmény. Két Force India jól tartotta magát. Ezt nem mondható el két házról, aki csak a 12. és 13. helyen fejezték be a futamukat a 3. és 4. helyről. Tehát ez számukra nagy csalódás. Verstappen jött nagyon előre. Ő 17. helyről indulva lett 7. És íme a pontverseny. 3 futam van még hátra. Még matematikailag nekem is van esélyem a világbajnokságra. A konstruktőröket meg már nem is kell mondanom. Itt nagyon nyugodtan állunk a 4. helyen a Zauberrel. Éppen nyugodt szívek köszönök el most ettől a videótól. Találkozunk a következőben. Sziasztok!